Kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Bokros Lajos, a MOMA elnöke, stúdiónk vendége. Elnök úr, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Magyarázza meg nekem, hogy mi is történik ezzel a no-olimpiával, és utána, hogyha ezt kimerítettük, akkor szeretnék az amerikai választások Igen. gazdasági hatásáról, majd utána a beszélgetésünk között csinálunk egy kis szünetet, és a híradó után folytatjuk tovább. Akkor essünk neki, mi is ez a no-olimpia? A modern Magyarország mozgalom már 2 éve azt vallja és hirdeti, hogy Magyarországnak nincs szüksége olimpiára, sőt, ez kifejezetten káros lenne mind a magyar gazdaságnak, mind a magyar társadalomnak. Az előző műsorban Tordai Bence azt mondta, hogy ez a bizonyos 5000 milliárd forint jobb lenne, hogyha az állampolgárok zsebében maradna. Hát rossz hírem van, nincs 5000 milliárd forint. Tehát itt most nem arról beszélünk, hogy van egy halom pénz, amit vagy olimpiára költünk, vagy másra, hanem nincs pénz. És ez nagyon lényeges, mert olimpiát csak úgy tud rendezni ez a kicsi, szegény, elmaradott, sőt, egyre inkább elmaradott ország, hogyha hitelt vesz föl. És ez a hitel olyan mértékben eladósítaná az országot, hogy egészen biztosan államcsőd lenne a vége, ugyanúgy, mint Görögország esetében. Ezt részletesen megírtam egy posztbejegyzésben a Facebookon. Nagyon szívesen megismételem azokat a számokat, amikor elhangzottak. Ezeket a számokat. Volt egy bejegyzésem, amire valamelyik kedves kérdező felvetette, hogy hát Londonban is sikerült jó olimpiát rendezni 2012-ben, és vajon lehetetlen-e, hogy Magyarország a londoni példát kövessene az athéni példát, és akkor néhány számot azért érdemes ebből a szempontból megmutatni. Az egyik az, hogy Nagy-Britániának a nemzeti jövedelme, vagy bruttó hazai terméke az 2800 milliárd dollár, magyarországi 117. Tehát a különbség az 24-szeres. Most ez lényeges, mert az olimpiának állítólag fix költsége van, tehát nem mindegy, hogy önnek 1 millió forint a fizetése, vagy 10 000 forint a fizetése. Hát nem. Na most ilyen körülmények között tehát, de hogyha csak a városokat hasonlítjuk össze, Londonnak a lakossága önmagában több, mint budapesti, 12 millió, és Londonnak a nemzeti jövedelme, hogyha azt úgy vennénk, mint egy külön ország lenne, az 6-szor akkora, mint Magyarországé, nem mint Budapesté, hanem mint Magyarországé. És a lényeges különbség pedig abban van, hogy igen, lehetett Londonban jó olimpiát szervezni, mert jó volt a tervezés, szakszerű a kivitelezés, áttekinthetőek a folyamatok, erősek a demokratikus hagyományok, tehát nem tudtak a vállalkozók sokat lopni. Ezek közül, a feltételek közül Magyarországon egyik sem teljesül, sőt rosszabb a helyzet, mint Görögországban, mert Görögország 2004-ben azért már demokrácia volt, olyan, amilyen, Magyarországon pedig önkényuralom van, tehát itt garantáltan sokkal nagyobb lesz a tervezés lendriánsága, ezt az önkényuralmat maga ebbe biztos? Abszolút biztos, hogy ezt már megbeszéltük ebben a műsorban, de szívesen megismétlem az érveimet. Ezek az ön érvei, én nem biztos, hogy az önkényuralmat elfogadom. Nem is kell. Azt mondja meg nekem, mert idáig én nagyon kedvelem magát, egy kiváló professzor, és kellőképpen fényezi a MOMA-t, de most jön a fekete leves. Na, a MOMA már 2 évvel ezelőtt tudta azt, hogy ez nagyon nem jó. Igen. Ön egy kiváló cikket írt. Mégis a MOMA szinte nem tett semmit. Azon kívül, hogy írni itt egy kiváló cikket, lehet, hogy azért, mert kevesen vannak, és akkor jöttek, akkor jött a tenkes kapitánya, akkor jöttek ezek a fiatalok, akik a Momentum Egyesület, akik gőzerővel nekiállták. Most mindenki hirtelen mellé áll. Tény és való, hogy ön már ezt előbb sem díjazta. De olyan pártok is mellé állnak, akik azelőtt lehet, hogy igennel szavaztak a városházán. Teljes mértékben támogatjuk a Momentum mozgalomnak ezt a kezdeményezését, és örülünk neki, hogy a fiatalok végre úgy gondolták, hogy ebben az egy ügyben végre kiállnak az önkényuralom ellen, a szabadságért, és az, ők azt állítják, hogy nem egy ügyben, társadalom... lehet, hogy konkurenciája lesznek a MOMA-nak. Ez egyáltalán nem baj, de ez még a jövő zenéje. Most egyelőre arra koncentrálunk, ami már a tányérban van, és a tányérban egyetlen
csirkecomblácék, az pedig az olimpia ellenes aláírásgyűjtés, Nolimpia, amelyben mi magunk is részt veszünk, és egyébként jó hírem van, mi már korábban is gyűjtöttünk aláírásokat ezzel kapcsolatban. Csak az a baj, tudja, hogy a önkényuralmat többek között az is bizonyítja, hogy a Nemzeti Választási Iroda és a Nemzeti Választási Bizottság rendre elkaszálja ezeket a kezdeményezéseket. Tehát nagyon vigyázni akkor kell, hogy mire pazaroljuk nekem, el az erőnket. Akkor magyarázza meg nekem, hogy önöknek elkaszálták, nekik nem kaszálták nem, el. Itt most arról van szó, hogy ők ügyesen budapesti népszavazást akarnak. És ennek a szabályai jóval gyengébbek, mint egy országos népszavazási. Tehát igazuk van, mert tesztelni kell az önkényuralmat, és meg kell nézni, hol vannak a határai. Meglátjuk, hogy az önkényuralom vajon befogadja az önkényuralom azokat az aláírásokat. Az önkényuralom képviselőit ugyanúgy megválasztották, mint ahogy önöket. Nem a választás az egyetlen követelménye a demokráciának. A demokrácia sokkal súlyosabb és mélyebb dolog, mint hogy pusztán 4 évenként lenne választás. Kínában is van választás, Zimbabweban is van választás, Oroszországban is van választás. Azért honfitársaim nevében kikérem, hogy kikérem, ez a hasonlítás, ez nem jó. Tehát az orosz kérem? Legalább jó, ugye? Nem kell lenézni a feketéket, mert az önkényuralom. Én nem vagyok rasszista, de hát itt azért mégiscsak hagyománya van annak, hogy... Ja, a nincs, választásnak, igen. Az üres választásnak. Annak óriási hagyománya van, mert volt a Horthy rendszerben is, volt a Rákosi rendszerben is, Káder elvtárs alatt is voltak választások, és most is vannak választások. De ott akkor mindig 99%-os volt, most itt nem volt 99%-os. Hát igen, mert nem akarja ilyen mértékben, hogy kilógjon a lóláb a rendszer, de azért mi tudjuk, hogy ez így van, mert a demokráciának nem a választások. Bokros professzor úr, mit tesz ön azért, a lényeges, azon kívül, hogy sokkal egy pártot több. Vezet a MOMÁT, hogy ez másképp legyen. Hány ember tud meggyőzni, hogy igenis nem moziba menjenek a választások napján, hisz arra, amit ön elmondott, arra a helyes válasz az, hogy igenis mindenki menjen el választani. Igen, rengeteget tudunk ezért tenni, és már eredmények is vannak, hogyha visszatetszik gondolni a 2014-es választásra, ahol én budapesti főpolgármester jelölt voltam, mindössze 2 hét kampánnyal, és 1000 részét tudtuk költeni a kampányra annak, mint ami a Fidesz az adófizetők pénzéből költött, 36%-ot kaptam. Óriási eredmény. Tessék belegondolni, ez egy hatalmas eredmény. Olyan körülmények között, amikor se fegyver, se ló, se paripa, se pénz, semmi nem volt, sőt, kifejezetten az uralmi eszközök, amik az önkényuralom szolgálatában állnak, többek között még a villamosok oldalára kifeszített molinók is kizárólag a Fideszről szóltak, mert amikor én egy darabot elakartam, igen, amikor én egy darabot akartam az 50-es villamos oldalára tenni, csak egy darabot, akkor azt mondták a BKV-nál, hogy jaj, hát ezek már mind foglaltak. Hát igen, persze, ez a egyenlőtlen eséllyel. Azt meg lehet vizsgáltatni, hogy lefoglalták, vagy nem foglalták el. Persze, igen, meg lehet vizsgáltatni, így van. Azt mondja nekem, milyen örömet okozott magának, hogy előkerültek ezek a fiatalok, akik még egyesület, de ha érzéseim és információim nem csalnak, akkor a választásokon már az emberek szavazataiért fognak sorba állni. Meglátjuk, hogy milyen programmal fognak sorba állni. Én egyébként a tisztességes, egyenlő esélyekkel folytatott versenynek maximális híve vagyok. Következésképpen minden olyan pártnak a megjelenését szívvel, lélekkel támogatom, amelyik a demokrácia, a jogállamiság és az euróatlanti elkötelezettség értékeit magáénak vallja. Elképzelhető, hogy, mert azért többet tud annál, mint amit mutat, hogy ezekkel a fiatalokkal ön együttműködjön? Mindenkivel szívesen együttműködünk. Még a Jobbikkal is? Nem, a Jobbikkal nem, mert ez nem demokratikus párt. A Jobbikkal és a Fidesszel nem működünk együtt. A baloldaliak és a Jobbik újjáépülő holdudvarában, és hogy Heller Ágnes állítólag azt mondta, hogy lehet egyezkedni a Jobbikkal. Én nem beszéltem Heller Ágnessel, következésképpen nem szeretném kommentálni, hogy ő mit mondott, egyáltalán nem biztos, hogy ezt mondta, de a Modern Magyarország mozgalomnak az a leghatározottabb álláspontja, hogy olyan pártokkal, amelyek az önkényuralom támaszai, sőt létrehozói, nem egyezkedünk, mert a feladat az, hogy Magyarországon helyreállítsuk a demokráciát, méghozzá a liberális demokráciát, műsorvezető úr,
és az alkotmányos jogállamot, és olyan pártok, amelyek maguk belsőleg sem demokratikusak, és kifejezetten elutasítják a szabadságelvűséget, nevezetesen a liberalizmust, ilyenekkel nem cseresznyézünk egy tálból. Akkor most következik a híradó, és híradó után folytatjuk tovább. Kedves nézőim, az elmúlt percekben Bokros Lajos, a MOMA elnöke volt stúdiónk vendége. Most jön a híradó, híradó után is tartsanak velünk, mi jövünk a híradó után vissza.